mondom, mondd ki ezt a jót, kapd rajta a jót tett. Tehát azt mondja egy kutatás például, hogy az egész életünkben kapott dicséretek 70%-át 5 éves korunk alatt kapjuk. Gyerekek! Gyerekek! Nem tudom, hogy mérték, de a tendenciának igaza lehet. Érted? 5 éves korunk alatt. Mi történik 5 éves kor alatt? Jaj, de aranyos, ahogy leült, de édes, ahogy fölállt. Jaj, mi oda látta, hogy amikor kipattant az a drága kicsi szemecskéje, te! De amikor becsukta, jaj. És így tovább, érted? Még azok a kis kópéságok is, érted, hogy hú, te, ahogy kifújta a sperótot az egész fajtelelet, nem tudom, honnan volt benne ennyi sperót, érted? És az is még olyan jó pofának tűnik, érted? 5 éves kor alatt, aztán eljön az 5 éves kor, és akkor elkezdünk, nehogy, most kaphatod el, nem szabad ám, nem szabad mindent, nem szabad, folyton dicsérgetni. Én se gondolom azt, hogy folyton dicsérgetni kell, tehát azért, mert leüt, mert fölállt, mert kinyitott a szemét, ezt még nem kéne. Igen ám, de amiért erőfeszítést tett bárki, valaki, érted, testvére, feleséget, férje, család, anyósod, minden, jó? Amiért erőfeszítést tett, azt igenis ki szabad mondani. Nem fog fájni, nem fog ártani, nem fog semmit csinálni, amiért erőfeszítést tett. Igenis. Azt mondd meg, hogy de klassz volt. Ennyi. Nem kell díjkiosztóvá izét tartani éppen, de meg lehet említeni. Oda lehet kacsítani, azt lehet mondani, klassz volt, jó van. Ennyi is elég, de észrevenni, érted? Amiért erőfeszítést tett. Hát ugye, érted, belegondoltam, érted, valamikor, valamelyik vasárnap, főztem egy levest, valami ebéd, nem tudom én. Nagy gyerekeim vannak már. Egyik azt mondja, hú anyom, de jó sikerült ez a leves. Érted? És akkor én belegondoltam, hogy 58 éves vagyok. Hát csak összehozok egy leves, nem? Hát most akkor ez természetes dolog, nem? Én. Akkor most elkapatott? Most igen? Most éppen? Most csúnya volt és elkapatott? Nem? Következő vasárnap még jobb levest főztem. Mert ez igenis motivál, és erősít mindenkit, a legkisebbet, a legöregebbet is. És volt például egy nagyon, nagyon önálló gyerekünk, te. És ez nagyon jó is, a négy közül egy ilyen volt, vagy nem, azért a másik is egy kicsit jó volt. Aranyosak, minden, annyira klasszak. Jó, mindegy. De ez a gyerek, érted, ez már korábban is, tehát már viszonylag fiatal korában, amikor megbeszéltük, akkor ugye a másikról tegnap meséltem, de ez akkorra hazajött. Tényleg ütötte az óra a hatot, és ő hatot mondta, szóval hatkor belépett. És akkor mondhatnám azt, hát hiszen erre neveltük, természetes, nem? Hát csak nem fogom ezért megdicsérni, nem? Hát tök természetes, hát világos, hát azt beszéltük meg, hogy hat, akkor hat, hát jó. De miért nem jön ki a szádon az, hogy fiam, azért ez klassz dolog, hogy így lehet rá számítani. Csak így ennyi. És kész. Nem fáj. Se neked, se neki. És legközelebb még jó lett, még jobb lesz. Tehát érdemes, tehát ki kell mondani, ez egy kifejezetten áldás, és nagyon fontos, majd másért is szükség lesz rá, de majd azt mutatom legközelebb. Tehát van egy ellenkező folyamat, ez a bizonyos szellemi orturkálás, ez nagyon gátolja ezt a légkörnek a felépítését, hogy kapd rajta, ha jót tett, mert ez is divat lett. Nem tudom, nálatok divat-e, nálunk divat. Mindenre mondani valami negatívot, érted? Mindenképpen. Te érted, valamit fötörni, valamit kicsit keseregni, jaj, miért esik ez az eső, de tegnap meg miért sütött a nap, hát most miért süt, jaj, de egyszerűen meleg van, hát most hogy... Mindenre valami negatívot mondani. Figyeld meg a családtagokat mondjuk máshol, hát azt nehezen tudod, de mégis. Tehát ahogy hazajönnek, belép, mi az első szava? Jaj, ez a forgalom, jaj, ez a polgármester, jaj, ez a főnök, jaj, ez az időjárás, jaj, ez az autó, jaj, ez az ország, jaj, ez a gyerek, jaj, ez a tanár, jaj, ez a... Érted? Jaj, ez a... Tehát egyszerűen muszáj valamit... Nem történt egy jó, amivel hazajöttél volna, érted? Nem tudtál ezzel benyitni? Mert igen, mert van egy ilyen járvány, tényleg egy ilyen... Annyira... Képzeljék, ugye vezettem azt az iskolát, sok tanár, minden volt ez a minőségbiztosítás, őrület, mindenféle, kellett menni órát látogatni, jó, mentem. Hát ki nem tud egy bemutató órát tartani szerintetek, jót? Olyan remélem nincs. Nyilván egy bemutató órára fölkészülök, jó, az óra kész, jó. Meg volt az óra, jó volt. Én is mondtam, utána elemeztük. Jaj, de jó volt ez, jaj, de jó volt az, jaj, mindenféle, jaj, de jó volt, jó. Jó volt, kész. Erre azt mondja a tanárnő, te Rita, mondj már valami rosszat is. Hát mondom, miért mondjak rosszat? Jó volt ez az óra. Hát mert így nem komoly. Ezt mondtam, nagyon jól megfogalmaztam, mert így nem komoly. És tényleg ez a tendencia, hogy akkor tűnünk komolynak, szakértőnek, ha valami rosszat is mondunk. Van egy festőművész fiú, sokszor egy királlítása, minden, melyek valakivel mentem, azt mondja, hát, tulajdonképpen
tulajdonképpen tetszik ez a kép tulajdonképpen. Hát jó, lehetne egy kicsit bátrabb az ecsetkezelése. Tudod, mennyit értett az ecsetkezeléshez, mint én? De én nem értek hozzá. Érted? Miért kell? Miért nem tudja vállalni azt, hogy szép, nekem tetszik. Kész, semmi ecsetkezelés meg. Mert úgy nem komoly, tudod? Most kell, hogy azért értek hozzá, tudod, az ecsetkezelés, hát nem annyira jó, de azért így is jó. Érted? Ez! Ezt jelenti. Miért szellemi orrturkálás ez? Hát mert az orrturkálás az pont így zajlik, ugye testileg. Egyrészt nem betegség, de roppant undorító. Ugye? Kicsit beturkálsz, találsz valamit, összegyurbikálod, és belögöd. És kész a hány inger. Ennyi. Mi van szellemi téren, gyereke? Kicsit magadba turkálsz, mindig fogsz találni valamit, ami nem jó. Mindig. Mindig. Az életben mindig fogsz találni. Jaj, mert miért van az ilyen? Nem tudtak befűteni, én arra, hogy már. Mert miért nem ilyen rövid zsinort? Hogy menjek közel így a közönséghez? Mindig itt a kis kutya meg vagyok kötve. Érted? Miért? És akkor miért van ez így? És akkor miért nem tudott tegnap ide érni? Hát akkor most induljon el 3 órával előbb. Hát ilyen autóval, mindig van egy autóval valami. Miért nem kalkulálja? Mert 58 éves most mondta, ennyit nem tud. Érted? Na most akkor mindig találsz valamit. Akármit, biztos, hogy fogsz találni. Mi az összegyurbikálás? Hát megfogalmazod, érted? Megfogalmazod, és megkínálod vele. Tehát te is látod, hogy nem tudok oda jönni, mert annyira rövid az a zsinór. Hát most hogy lepem? Miért legalább akkor ezeket húzták volna oda? Tehát a szegénynek mit kell menni utána? Hát hihetetlen. Tehát miért nincs ezt megcsinálni? És akkor megkínálok vele, és neked kénytelen vagy kicsit foglalkozni vele. Egy kicsit bólogat, ha most más helyzetben lennék, majd tenne rá egy lapáttal, és a többi. Igen, és már is kész a hány inger. Már is kész van. Részt vett abba a lehúzó micsodába, amit én magamból egy kicsit úgy kipöcköltem. Kész. És akkor ez azért problémás ebben a helyzetben, sok helyzetben problémás, hogyha más előadásban is beszoktam fűzni, azért, mert teremtünk egy olyan légkört, amiben nagyon nehéz lesz azt mondani, hogy kapd rajta a jót tett. Mert ha eddig csak fikáztál, meg eddig csak ezt mondtam, és egyszer mondod, hogy jaj, de jó, hát ez valahogy nem fog menni. És bizony, kész a légkör, és már is fájdalmas az egész légkör, oda már csak egy kis, és mi kívánkozik majd egy kis szúrós megjegyzés. És az nem fog sikerülni. Tehát még egy valami, ez viszont nagyon fontos. És ezért is kellett a kapd rajta hajót tenni. Nem látszik messziről, de ezt ki akarnám hangsúlyozni. Az elviselhető, a kritika elviselhető aránya, vagy építő aránya, 3:1, vagy 5:1. Most ezt érdemes lenne, és azt hiszem fontos lenne, hogy Nagybányán az összes hűtőn ki legyen. Én ilyen hűtő mágneseket árulnék. Tényleg miért nem árulunk ilyet? Na, szóval, hogy ki legyen téve, hogy ha gondold meg, ha ezt egyszer elkezdenénk mindannyian művelni itt ebben a közegben, átalakulna az egész környezetünk. Mi ez a 3:1, meg az 5:1? Nem 3:1, vigyázz. Hanem azt mondjuk, hogy az emberi idegrendszer úgy van tervezve, sajnos annyira bánt a kritika, ezért mondtam, hogy abból indultunk ki, hogy attól tudjuk csak elviselni, meghallani, elfogadni, akitől legalább 3 pozitív gesztust tapasztaltunk. Ha közelálló emberről van szó, vagy gyerekről, fejletlen személyiségről, akkor 5:1 az arány. Gyerekek, a szakirodalomban sehol nem találsz ennél jobb arányt. Aki talál egyet, az küldje el nekem, mert nagyon sokan megdöbbennek, én is. Nagyon nehéz ez ám. Te, ez nagyon nehéz. Ebben szentek leszünk, ha ezt meg tudjuk csinálni. De egyébként meg nem fog sikerülni. Nagyon sok tanárnak is mondom. Mert azok a hülye szülők nem tudják elfogadni, amit mondom. Mondtál neki 3 jót? És ugyanígy a szülő, ez a tanár, hát jelze érted, hát most oda megyek, és nem tudja elfogadni. Mondtál neki 3 jót? A férjem, akkor annak nem lett semmit. A gyerekem nem lett semmit. 5 jót, mert az a férjed, meg a gyereked, jó? Én ezt így magamban lemodelleztem. Hazajön a külök, leömlik róla minden, mondjuk az ajtóba. Táska, sál, sapka, mit, csak a sáros cipő nem. Azzal bejön. Akkor eddig az édes kis testvére annyira aranyosan eljátszott, amint elhalad mellette visítás. Aztán utána bejön a konyhába. Anya, megint kell káposzta van? Na, erre én feltűröm az ingújamat. Na, azt mondja gyereki. Gyereki oda. Édes gyerekem. Hát én egész délelőtt utánatok pakoltam. Nem igaz, hogy csak én tudok elrakni. Legalább ne ide omlottál volna le az ajtóba, hogy a következő nem tud bejönni. Söpörd félre legalább ezeket a dolgokat. Egy kicsit legalább. Egyszer.
Érted? De a sáros cipődöt az igazán leverhetted volna. Mert ha te csak egyszer is fölmostál volna ebbe a lakásba, akkor azt megtudnád, hogy ez nem annyira egyszerű, hogy egy kicsit feltörölöm, érted? És itt van ez a szegény kis gyerek, egész délelőtt olyan gyönyörűen játszott. Miért kell mindjárt piszkálni, ahogy te hazaérsz? És mi a kerkáposzta? Mondtam, hogy nyugodtan ehetsz benne a benzán, és akkor majd megtudnád, mi a kerkáposzta és a kerkáposzta között a különbség, édesem. És ez 7 kritika volt. Hoppá, 7 kritika. Most akkor 7x3, 21. 21 jó. 21. De ő gyerek és fejletlen személyiség és közel áll. 7x5, 35. Mikor hangzott el ez a 35? Reggel? Nálatok elhangzik? Jaj, de jó, hogy felkeltél. De aranyos vagy, hogy ide készítetted a reggelinket, ugye? Jaj, de jó, hogy időben elindulsz és deklasszat. Jaj. Hol volt a 35? Vagy este? Pakolj már, menj már, hagyd már békén, stb. Érted? Kapcsolt ki a gépet. Hol volt a 35? És nem tudja elfogadni. Nem fogja tudni elfogadni, hiába jössz ezzel a nagy szép dumáddal, hogy hol van a kerkáposzta, meg az együttérzés anyáddal, meg nem tudom. Tehát az elviselhető arány 3:1-5:1. És még egy valami a kritikával kapcsolatban, ami nagyon-nagyon tilos, a cinizmus. A cinizmus, kérem szépen, egy nagyon cinikus társadalomban élünk, és ez a kritikának az egyik leggyilkosabb formája pedig. De nagyon cinikus, észre se vesszük, és óvodában hallok cinikus megjegyzéseket, folyton, tévében, rádióban, nem tudom én, úgy folyik, érted, a cinikus megjegyzés. Nagyon fontos, mert egyszerűen ez a legrosszabb fajtája a kritikának, mert semmit nem tartalmaz abból az előkészítésből és gondozásból, amit az előbb mutattam. Azt mondja az értelmező szótár, mi a cinizmus? A cinizmus keserű, gúnyos, részvétlen kétkedés, tehát egy kicsit úgy megkérdőjelezés, vicces köntösben, amelyik mindig tartalmaz igazságot is. Persze. Tehát ugye egy kritikáról van szó, ami tartalmaz igazságot. Igen, te szoktuk ennek a legenyhén fogalmat, ügyes voltál. Jó, hát jó. Szóval, és ebben a célzásban, ebben a vicces köntösben, ugye, kritika van megfogalmazva. Úgy gondoljuk, hogy jó pofán megmondta, jó pofán. Ugye nem volt idő rá, azt gondolom, hogy kicsit félrehívjam, négy szem közt előkészítsem, megkérdezem, hát amit mindent elmondtam, ugye, kiutat mutassunk meg minden, hát csak úgy jön megeresztem. És akkor, hát addig még hagyján, amikor nem rólam szól, akkor jó pofa a dolog. De amikor egy kicsit úgy érzem, hogy ez lehet, hogy nekem szólt. Eltalált. Ha eltalált, akkor egy igazi kritika volt. Akkor fáj. Na de most nem tisztázhatom, nem mondhatom, nem érted, semmit nem csinálhatok, semmit nem. Még csak nem is sírhatok, mert most röhögünk. Az egész társaság rajtam. Hát ez nagyon-nagyon fájdalmas. És tulajdonképpen így észrevétlenül kikezdi az értéket. Mert ugye egy kritika építő akar lenni. Tehát tényleg az a fontos, hogy ugye azt akartuk, hogy építse. Hát mindent fog csinálni, csak nem építeni. És ez ráadásul észrevétlen. Kicsit röltünk, röltem minden, és kész. Mindjárt mutatok egy-két dolgot, hogy mi egy ilyen cinikus megjegyzés. Én magamnak szintén ezt tettem, mint iránytűt. Ne vicceljünk negatív tartalomban. Ne vicceljünk vele. Tehát nem tudod, hogy hova fog érni, inkább csak a pozitívakkal viccelődjél, de negatív tartalommal nem. Mert ez bizony sok esetben nagyon-nagyon rosszul sülhet el. Mutatok egy-két ilyen cinikus megjegyzést, amit gyűjtögettem. Itt, ott, várjál, ez a hármas könyvemben gyűjtettem össze. Mert tényleg nem veszük észre. Azt mondja Oscar Wilde, cinikus az az ember, aki minden dolog árát tudja, de nem ismeri semminek az értékét. Óvodában hallottam például ezt. Mindenki jó valamire. Ha másra nem, hát elrettentő példának. Érted? Óvodában, és ott állt a kölök. És ezek itt jópofin, érted, viccelődtek az óvonénik egymásról. Ez megengedhetetlen. Nem lehet elmondani, hogy ez mennyire káros, majd mutatom. Jobb adni, mint kapni. Ezt minden boxoló tudja. Ugye? Észrevétlenül kikezdi az értéket. Azt az értéket, hogy jobb adni, mint kapni. Már is lehúzta, kész. Cinikus az az ember, aki amikor virágillatot érez a levegőben, körülnéz, hogy hol van a koporsó. Jó, van a koporsó körül virágillat? Van. Hát akkor meg mi bajod van vele? Csak hogy észrevétlenül kikezdett egy-két értéket. A Földön minden élet halállal végződik. A földi élet célja tehát a halál. A Róka és a Holló meséje arról szól,
hogy a húsevő róka és a rovarevő holdó veszekednek egy tejterméken, amit mind a ketten utálnak. De pedig a róka meg a holló meséje igen sok értékről szól. És ezt így egy kicsit így, jó. Ez mind vicces lehet akkor, ha nem engem talál el. Vigyázz, ez mindig, mert általában az ilyen cinikus megjegyzések célzott burkolt kritikák. Tehát nem csak jó pofáskodások, hanem valakinek szólnak. Valakiről szólnak. És ott akkor, ha őt eltalálja, az nagyon-nagyon fájdalmas, én nem tud vele mit kezdeni. 5. szülinapomon apám mellém állt, a vállamra tette a kezét, és így szólt. Ne felejtsd, fiam, az életben bármikor, ha segítőkézre van szükséged, mindig találsz egyet, akarod végén. Jaja, na de ezt úgy képzeld el. Nagyon-nagyon bántó, nagyon-nagyon rossz. Azt mondja Don Bosco, Bosco Szent János, el sem tudjátok képzelni, hogy a fiatalok mennyire meg tudnak bántódni egy-egy ilyen megjegyzésen. Meg fogjuk egy kicsit nézni, miért éppen a fiatalok, de az idősebbeknek sem használ kifejezetten. Mert megnézzük azt, hogy a cinizmus feldolgozásához tulajdonképpen milyen készségek szükségesek. Ugye készséget lehetne nevelni, de már annak nagyon sok szinapszis kellene, amire az működőképes lesz. Hát például kellene az emberismeret. Érted, egy jó általános emberismeret, ja, ez ilyen nagyon emberi vonás, hogy az emberek így gondolkoznak, stb. Stb. Jó, tehát most akkor arról viccelődünk. De kell mellé egy szilárd, reális önismeret, érted? Most ez szól-e rólam is, vagy nem? Vagy csak úgy viccelődnek? Vagy nekem szánta, vagy talán tényleg igaza van? Vagy már már rége, aha, valami kellene. Jó. Kellene viszont egy nagy énerő, ha eltalált. Hiszen, és kellene egy helyes önértékelés is, hogy jó, eltalált, persze, lehet, hogy késős vagyok, meg lehet, hogy ezért mondta, igen, de azért most már igyekszem rá, és most már csak 5 percet késtem, és akkor, tehát van egy helyes önértékelés is benne, és van egy helyes énerő is, vagy egy helyes önismeret is, és valahogy el tudom viselni. Akkor jön a következő, jön a mögöttes tartalmak olvasása. Van, amikor úgy engedünk meg magunknak egy cinikus megjegyzést, hogy pont az ellenkezőjét akarom mondani, hogy jaj, de hülye vagy! Érted? De ha te mondjuk az én testvérem lennél, akkor ő értené ezt a mögötteseket, ami annyi, ő mögöttünk van 50 év, érted? Vagy még több, ugye, mert ő a bátyám, tehát 58. Tehát azt mondom, és ő minden mögöttesemet érzi ebbe, hogy pont azt mondom, hogy így szeretlek a legjobban. Jó, de mögöttes tartalmakat ki tud olvasni? 6-7-8 éves korban kezdjük el, akkor érik meg az idegrendszer arra, hogy egy kicsit kinyitunk a mögöttes tartalmakra. És akkor is még rengeteg szimbólum kellene, mindenféle zenélés és egyebek, és nem tudom, és sok szinapszis, amire az megérik. Hát nincs minden 17 évesnek, vagyis annak még semmelyiknek sincs. Mögöttes tartalomolvasó készsége. Nincs, hát 5 évesnek pláne nincs, és nincs neki nagy énerője. Van egy serdülőnek nagy énerője? Nincs. Néha egy felnőttnek sincs. Van neki önértékelése? Nincs. Van ismerete? Emberismerete? Van egy óvodásnak? Nincs. Megyek tovább. Konfliktus kezelés, ugye? Eltalált, betalált, fáj is eléggé, igaza is van, és most itt röhögnek, és kéne ezt a konfliktust kezelni. Válaszolok? Nem válaszolok? Lenyelem? Kibírom? Nem tudom én valami? Mit csinálok vele? Ugye? Egy komplett konfliktus kezelési mintázat kellene már. És kell a kudarcszűrés, mert most lehet, hogy nem is tudok semmit csinálni vele. Érted? Ez most itt elment, közben már el kellett menni, nem tudok szólalni, kell egy kudarcszűrés, kritika feldolgozása. Nagyon kéne a humor. Ez mindig vicces köntösbe jelenik, tehát kellene érteni a humort. Hányszor törlődött már ki a humor szinapszis, amire ide értünk esetleg? Vagy például olyan kisgyerekről van szó, akiben még nem is lehet. Ez is 6-7 éves korban kezd csak el fejlődni. Tehát nagyon látszik, hogy ugye lehetséges, hogy nincs meg. Kell egy divergens problémalátás. Például azt is lehet mondani, hogy igen, valóban igaza van, késős is vagyok, most is elkéstem, de ő például nem tudja, hogy a nagyinál voltam, beadtam neki a gyógyszert, és ma különösen is lassan ment, és elkéstem az utolsó buszt is, kész. És azt mondom, hogy ez a probléma ebben az esetben nem annyira rólam szól, de kicsit rólam szól, elértették, hogy mi történik itt belül. Hát ehhez egy elég érett személyiség kell, és kell hozzá stb. Hé! Tehát ez még csak a legfontosabbak voltak. Tehát, mit mondunk? Kinek ereszthetünk meg egy cinikus megjegyzést? Először is biztos, hogy egy nagyon érett embernek. Biztos.
Biztos, hogy annak, aki nagyon-nagyon-nagyon-nagyon közel áll hozzá, tehát nagyon jól ismered. És az is biztos, hogy nem, ne legyen fáradt. Mert fáradtságunkban az ilyen elviselő képességünk úgy elmegy egy-két lépcsővel lejjebb. Tehát nem biztos, hogy el. Tehát kinek ereszthetsz meg? Hát érted, egy nagyon jó házasság esetén, 30 évi házasság után, a pihenés után a férjednek, augusztus 20-án. Hát ilyen az élet. Inkább ne, mint összeroncsolni még azokat a kapcsolatokat is, amik megvannak. Így van. Tehát képzeljétek el, volt egy ilyen előadás után, jött egy fiatalember, azt mondja, aha, most már értem. Volt egy nagyon jó tanárunk, azt mondja, férfi tanár, mi fiúk, azt mondja, sokat beszélgettünk vele, minden. Fizika tagozatos gimnázium, mit tudom én, 11. osztályban, vagy 12. Szóval magas, tehát értelmes, okos gyerekek voltak már. Szóval egyszer így beszélgettünk a tanárúrral, és minden féléről, az élet nagy dolgairól, mondja, nőkről beszéltünk. Mondja a tanárúr, jaj, tudjátok, olyan nő volt, minden férfi álma, szép, de buta. És azt mondja, néztünk, hát nem így ismertük a tanárurat. Hát olyan szép családja volt, szép kapcsolata volt, tiszteltük, szerettük, értem, milyen. Mit mond ezzel a szép, nem mertük megkérdezni, azt mondja, nem mertük azért, hát most ilyen rögtünk persze. Minden. 5 éves osztálytalálkozón az egyikünk megkérdezte, tanárúr, mi volt ez a szép, de buta? És képzeld el, azt mondja a tanár, ez a tanárral beszéltem, azt mondja a tanár, hogy akkor esett le nekem, hogy ezek a gyerekek ott voltak, gyönyörű, értelmes gyerekek, ott voltak 11-ben már, és nem értették ezt a cinikus megjegyzést, ami pont azt jelentette, hogy ez senkinek nem kell, egy épeszű férfinek az ilyen nő. És pont nem értették meg. És ugye az IQ-juk helyén volt, de ezt a fordulatot, ezt még nem tudták felfogni. És azt mondja, bizony nem gondoltam, hogy ezek a gyerekek még nem értik, vagy most éppen, vagy akkor nem értették a cinikus megjegyzést. Nagyon érdekes.